nem egy hétköznapi hobbit választott magának a dombovári Kraus Péter. Szenvedélyes óragyűjtő, de nem csak megszerzi a magyar gyártmányú darabokat, ha kell, fel is újítja, megjavítja őket. Azt mondja, a szenvedélye az órák iránt gyermekkorában kezdődött, 10 éves volt, amikor az első ébresztő órát szétszette. Egy 6-8 évig foglalkoztam az órákkal, utána tanultam, dolgoztam, és sok-sok évtized kimaradt. Aztán, mikor kezdtem oda jutni, hogy gondolkodnom kellett, hogy nyugdíjazás után mivel fogok foglalkozni, elővettem a régi gyerekkori hobbimat, az órákat. Elkezdtem összegyűjteni, amit a környezetemben találtam, aztán vásárokon, régiségpiacon, interneten gyűjtögettem, és kezdett kialakulni egyfajta kollekció. Nagyon hamar rájöttem, hogy minden gyűjteni nem lehet, így a magyar órák lettek a szenvedélyeim. Utána, amikor már elég sok összegyűlt ahhoz, és elég sokat rendbe tudtam hozni ahhoz, hogy megmutassam a közönségnek is, akkor elkezdtem kiállításokra járni. Illetve barátaim voltak, akik kiállítást szerveztek, és én odavittem a kollekciómat megmutatni a nagy közönségnek is. Sok helyütt jártam, Orosházán, Budapesten, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, és Dombaváron már kétszer is volt kiállításom 10 év különbséggel. Ezek a kiállítások arra is jók voltak, hogy magamnak is föltérképezzem, hogy a gyűjtemény milyen szinten áll. Most már olyan 6-800 órám van, magyar órám, amiben természetesen több olyan van, ami duplikáció, de részben ezek biztosítják az alkatrész utánpótlást, részben a variációk is azért nagyon jól jönnek a gyűjteményben. Mivel fiatal korában lakatosnak tanult, ezért nem volt idegen számára a szerszámok ismerete és a fémszerkezetekkel való munka. A ketyegők mellett elkezdte gyűjteni a régi órás szaklapokat és szerszámokat. Ettől kezdve pedig minden adott volt ahhoz, hogy a kollekció sérült, hibás darabjait megjavítsa és felújítsa. Most a javítás az gyakorlatilag kétféle dologból áll. Egyrészt a tokoknak a felújítása, mert egy ilyen szintű tokot már nem lehet megmutatni, bemutatni. Itt le kell kaparni a festéket, és utána újra festeni, lehetőleg azonos színnel. Egy óra szerkezet, ami egybe van, és még ráadásul működik is nagyon szépen, nem érdemes szétbontani. Ellenben, ha azt vesszük, hogy egy óra szerkezet szétesett teljesen, akkor azt miszlikre kell szedni, letisztítani, pótolni a tönkrement alkatrészeket benne, vagy éppen a hiányzó alkatrészeket, és utána lehet visszaépíteni abba a tokba, amiben eredetileg is volt. A gyűjteménye 6-800 darabból áll, ezeket az órákat a Danubiában, a MOM-ban és az óragyárban készítették 1945 és az 1980-as évek között. Ez a gyűjtemény arról szól, hogy a magyar ipartörténet emlékét őrzi. És nagyon fontos, hogy ezt az ipartörténeti emléket őrizzük, és mutassuk is meg minél szélesebb körben, mert ez tulajdonképpen Magyarország iparhagyományainak egy nagyon jelentős része. A kollekcióban több azonos példányt is őriz, ezek alkatrészpótlásul szolgálnak. Nekem az a legnagyobb élmény, amikor találok egy roncsot, vagy egy rendkívül lepusztult órát, és akkor én nem azt látom, amilyen, hanem amilyenné tehető. És hogyha nekem sikerül elérni, hogy azt a szintet kihozzam belőle, ami kihozható, közel az eredeti állapothoz, ez nagyon nagy élményt jelent, és ez valahogy az önbecsülést is ebben a dologban erősíti. Ritkaságok is vannak a gyűjteményben, például egy 1950-es években készült világóra, és egy a gödöllői Ganszgyárban készült magyar kvarcóra. Ugyanakkor szeretné még teljesebbé tenni a gyűjteményét. Például nincsen olyan fali órám, amit a Danuvia gyárban készítettek. Vagy van olyan gyermekóra, amin olyan figurák vannak, amik nekem még nincsenek meg, de az a helyzet, hogy a legnagyobb piac az internet, és ott sem találtam még meg ezeket, hogy megvehessem.
Kraus Péter azt mondja, a magyar óráknak nem a pénzbeli értékük a jelentős, hanem az, hogy együtt, egy kollekcióban megmutassa őket. Ahogy minden ember más, úgy minden óra is más. A gyűjtő nemrég saját honlapot indított, ahol részletesen bemutatja a gondozásában lévő darabokat.